Sziasztok! Erről a helyről, itt Grazban, ahol megszálltunk, készítettem egy rövid kis felvételt az úti videónkhoz is, de úgy gondoltam, hogy megér egy külön részletes videót is, mert nem akartam ezzel igazán foglalkozni, de egyszerűen nem tudok már elmenni mellette, hogy miket láttam itt, és hát sok mindent gagyizik az ember, ezt már megszokhattuk, hogyha valamit nem tudunk megoldani úgy, hogy szép legyen, nem tudunk megoldani úgy, hogy jó legyen, akkor gagyizik az ember, de ez szerintem túlmegy minden határon. És most nézzük meg részletesen, hogy mire is gondolok. Tehát ez itt egy kb. 24 ezer forint értékű, olyan 60-62 euró környéki szállás, ami nem mondható drágán a két személy számára, viszont mindjárt megmutatom, hogy ez milyen körülmények vannak. Tehát tényleg komolyan megfordult a fejemben, hogy menjünk innen a fenébe, de az biztos, hogy ilyen olcsó szállást legközelebb nagyon meg fogok nézni, mielőtt a feleségem megrendeli, és megnézzük a kommenteket is részletesen, mert ha belenézünk a kommentekbe, akkor bizony kiderül, hogy azért vannak problémák, amik ismertek is. Nem akarom említeni a hotel nevét, tehát ebben a videóban nem lesz szó arról, hogy melyik hotelről van szó. Ha akar valaki, akkor utána tud járni, de nyilvánvalóan nem a hotel lejáratása a cél. Ha megnézik a tulajdonosai, akkor számukra ez egy nagyon jó visszajelzés lesz, hogy mi az, ami miatt olyan értékeléseket kapnak, amilyeneket, és mi az, ami miatt esetleg meggondolják a vendégek, hogy jöjjenek-e legközelebb, vagy ne jöjjenek. Mi egészen biztosan nem fogunk jönni a későbbiekben. És akkor nézzük, hogy mi is ennek az oka. Először is nagyon jó, hogy van hűtőszekrényünk, de ennek a hangja mellett aludni, az biztosan nem lehet. De én már ki is kapcsoltam, mert annyira fölmelegedett, hogy már teljesen tűzforró volt a kompresszor is, meg a hőleadó felület is, úgyhogy ezt ki kellett kapcsolni. Egyébként működőképes, de tényleg, tehát ennek a zajszintje az elviselhetetlen kategória körülbelül. Nem védetlen az sem, hogy kapunk füldugót. Ugyanis annyira vékonyak a falak, most éppen nem hallatszik át a szomszédból semmi, mert kimentek, lementek, de minden áthallatszik. És mutatom, hogy a festésnek a minőségét, tehát így nézzünk bele oldalról, és akkor láthatjátok, hogy ilyen tiszta foltos az egész. Tehát, hogyha a 84 éves nagymamát beállítjátok, hogy meszeljen le szemüveg nélkül, akkor szerintem szebbet meszel. Tehát tiszta folt az egész, nem is értem. Tehát nem tudom eldönteni, hogy miből van ez a falazat, de biztosan nem egy jó minőségű gipszkarton, és biztos, hogy nincs közötte szigetelőanyag, mert akkor nem hallatszódna ennyire hát a zaj egyik helyiségből a másikba. Aztán hagyok időt. Tehát ez itt az álmenyezetben, ez itt a vezetékek elvezetésére használt, hát minek nevezzük, kábelcsatorna. Tehát nézzétek meg, hogy van ott eldolgozva. Tehát nem tudom, ki dolgozott ezen az épületen, de hogy szakembernek nem nagyon nevezheti magát, az egészen bizonyos. Nézzétek bele, ott milyen toldás van. Tehát ezt érdemes kielemezni. Aztán ez itt a fürdőszoba, tehát ez egy külön leválasztott helyiség. Egyrészt ragadok ehhez a műanyag betéthez itt, nem tudom, hogy mi okból kifolyólag. Ide rátettek a falra egy ilyen, hát ilyen pozdória jellegű, ilyen préselt falam, ez bútor hátulját szokták ilyen anyagból készíteni. Ide már nem jutott semmilyen burkolásod, csak oda van csavarozva. Itt nem egy vízhatlan felület lett kialakítva, hanem már, amit látjátok, ázik föl ez az egész. Valószínűleg itt egy, ha ezt kivenném, akkor itt kábeleket találnék. Igen. Nem, itt egy főelzáró, vagy valamilyen csap található itt. Nagyon korrektül le van burkolva, ragadok továbbra is. Hát ezt nem sikerült nagyon letisztítani, de legalább van egy indukciós tűzhelyünk, tiszta zsír minden, tehát ezen a felületen. És még egyszer térjünk vissza ehhez a kábelcsatornához, tehát ott a kábelcsatorna nem műanyagban fut, hanem egy ragasztószalaggal le lett ragasztva. De legalább van füstérzékelőnk, és az valószínűleg kötelező. Jövünk tovább a másik kábelcsatornához, szintén ugyanez a helyzet, tehát az is csak így le van ocsmány módon ragasztva.
Van egy ilyen jó kis árnyékolunk, ami egyébként az egyik legjobb megoldás itt ennél az épületnél, ez egy ilyen kis kihajtható tekerővel lehet jobbra-balra, leföl állítani. Tehát ez egy jó megoldás. Még majdnem, hogy működik is. Az egy-kettő működik belőle, a többi nem. Aztán, ha tovább megyünk, itt van szintén egy kábelcsatorna, hát ilyen dobozolásokkal. Tehát azért az érintésvédelemről biztosan lehetne itt elég hosszú leírásokat írni egy-egy műszaki ellenőrzés során. Ez is nagyon tetszik, hogy ez a burkolat, ezek az illesztések, ez teljesen kész vagyok tőle. Aztán ez a festést. Nem tudom, hogy érzékelitek-e. Hát így összedobták gyorsan a szezonra, hogy ki lehessen adni. Tehát aztán ez a függönykarnis, ez megint egy érdekes dolog, de e fölött simán elmennék, tehát ez abszolút nem érdekes. De ezek a kábelcsatornák, hát ez valami, nem is tudom. De menjünk be a fürdőszobában, mert a sok érdekesség egyébként ott jön, tehát ez még mind semmi ahhoz képest, ami a fürdőszobában fogad bennünket. Ugye sokan megjegyezték a kommentekben, illetve a hotel jellemzésében, vagy értékelésében, hogy magas a WC. Hát az az egyszerű oka, hogy ugye ennyire meg van emelve. Na de milyen módon? Nézzétek, nagyon korrekt. Se élvédő, semmi. Nem számít. És a fürdőszobában szintén ez ilyen kábelcsatornában fut az elektromos áram. Ott láthatjuk a benne futó vezetékeket is. És nézzünk rá akkor itt ezekre az illesztésekre. Csavarozás. Hagyok időt. Ezt így fogták, beleküldték azt a csavart Ferdén. Ez itt így, amit találtak, azt így egymásra építették. Semmi nincs eldolgozva, WC papírtartó természetesen nincs, azt meg sem kell már jegyezni. Dohányoztak, ugye megégették a WC tartálynak a tetejét. Ez itt egy kézmosó, ehhez is azért hagyok időt. És akkor összerakták ilyen préselt falemezből. Ott egy kis sziló, csavarok szabadon. Festés ahova került, ahova nem. Tehát azért nem ár. Tehát ezért a szállásért ennyi pénzt elkérni, és sok szerintem. Aztán próbálom egyenesben tartani a kamerát, ez az egyenes. Tehát ez itt egy ilyen Ferdén áll. Nem sikerült felrakni, úgy ilyen öntapadós cuccok vannak rajta, hogy az megálljon. Jó, zuhanyzó. Tehát itt ami a zuhanyzóból, ugye, mivel csak zuhanyfüggöny van, és itt is ugye ezt a videót, ezt V. Tomi barátomnak ajánlom, aki burkoló. Nézd meg, Tomi, tehát ez nagyon korrekt. Tehát én azt gondolom, hogy ettől te a hajadat tépnéd, hogyha látnád. Tehát az ötlet jó egyébként, tehát hogy így összelejtették. Ez valami műanyag panel, ami így be lehet nyomni. A fiam még szállásán ott tiszta penész az egész, az alja. És akkor figyeljétek, tehát ez volt a végső csepp a pohárban, ami miatt elkészítem ezt a videót. Ez. Tehát ezt nézzétek már meg. Félig elvágó. Ide téve. Sziloplaszt. Hát sírni tudnék, gyerekek. Sírni tudnék. Egy ikás zuhanyfej van. Órán száján folyik a víz, most nem akarom megnyitni, de itt így spriccol kifelé belőle a víz. Ez is ilyen öntapadós valami uncutság. És még egyszer mondom, zuhanyfüggöny, ami belelóg ide a zuhanytárcába, nevezzük zuhanytárcának. És penészeli természetesen az alja, tehát ez higiéniából szerintetek. És akkor itt a zuhanyzónál van elhelyezve ez a préselt fala, peritegelt lemez. Fú. Na és akkor most jön még a szépség. Már a fa küszöb, ami ugye ide van bele burkolva az egészbe, az a megrepett a nedvességtől. Ott egy kis szilót látunk. Hát mindenfelé kúszik. Nem sikerült egyenesre vágni. Szóval ne legyünk nagyon-nagyon szigorúak,
De azért, tehát ezt nem ár. Tehát ez mégiscsak egy szálloda lenne. No, hát nem tudom, ti mit szóltok ehhez? Jaj, inkább nem kellett volna fölnéznem. Itt is ugyanez a helyzet. Tehát itt futnak a vezetékek, és ez itt a fürdőszoba. Tehát, és itt is le van csak szalagozva. Ott már nem is ér hozzá, ugye a szigetelés azért. Lennének kérdéseim, hogy itt a pára elvezetés, meg a párazárás, az hogy lett megoldva ebben a helyiségben. Tehát, hogy nem-e életveszélyes egyáltalán ez az egész mutatvány. No, hát ennyi volt ez a kis összenet. Tehát értem én, hogy alacsony költségvetés, értem én, hogy élhető ez. A feleségem azt mondta, ez tök elfogadható. Szerintem nem. Tehát ez nekem sok. Sokkoló. Ti mit szóltok hozzá? Kíváncsi leszek a véleményetekre. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!